Sziasztok! Sámán vagyok. Már körülbelül 3 hete debütált az új Assassin's Creed Valhalla. Számos dologban változott az eddigi Assassin's Creed az elődeihez képest. Úgy gondoltam, a Watch Dogs Legionhöz hasonlóan készítek nektek egy AC Valhallás tippek, trükkök, tanácsok videót is, melyben szó lesz a készségekről, a képességekről, a kincsekről, a településekről, és még sok más olyan dologról, ami segíthet minket a korai játékban. Hangulatában a játék nagyon hasonlít az előző két részhez, amiben viszont nagy változás állt be, az a fő történeti szál. Lehet, hogy ez egyéni preferencia, de nekem a mostani játék storyline-ja sokkal izgalmasabb, mint az előző két részben. Kidolgozottabb, több benne a fordulat, vagy éppen váratlan esemény. A játékban főleg a korai szakaszban nagyon fontosak a nyersanyagok, vas, bőr, vászon, titánium. Ezek az anyagok szükségesek a felszerelésünk fejlesztéséhez, és akkor el is érkeztünk az első tipphez. Fejlesztés. Az általunk viselt armor vagy fegyver két lépésben fejleszthető. A fegyverek sebzése, gyorsasága, illetve a vértünk védekező képessége a már előbb említett nyersanyagokkal fejleszthető. Amikor fejlesztünk egy felszerelést, akkor kis téglalapok mutatják a felszerelésünk fejlettségi szintjét. A kovács műhelyben viszont elérhető egy másik típusú fejlesztés is, ezeket a fejlesztéseket ingotokkal tudjuk véghez vinni. Sajnos ezek az úgynevezett ingotok nem sűrűn fordulnak elő a játékban, nem osztogatják minden sarki árusnál, elég nehezen lehet hozzájuk jutni. A kovácsnál tehát ki lehet nyitni további téglalap szlotokat, amik segítségével tovább tudjuk fejleszteni a felszerelésünket. Loot. Amikor csak lehet, lootolj! Lehet, hogy még az sem lesz elég. Nagyon gyéren jönnek a nyersanyagok, persze jó pénzért lehet venni a shopban, de aki nem akar erre költeni, annak érdemes mindenhol körülnézni. Ha már a lootnál tartunk, ide kapcsolódik a következő tipp is. Ingot. Ezt a lootot azért emeltem ki, mert különösen fontos a fegyver és az armor fejlesztés szempontjából. Persze a játék jelzi, hogy a kis sárga pöttyök valami kincset tartogatnak, de ez a kincs nagyon gyakran csak nyersanyag vas bőrvászon. Hogyan tudhatnánk akkor, hogy hova érdemes elmenni? Hát erre két módszer is van. Ha egy kicsit tüzetesebben megnézzük a térképet, rájövünk arra, hogy a sárga pöttyök közül többféle is van. Vannak kisebbek, kevésbé fényesek, és vannak nagyobb, szinte már rikítóan hömpölygő fények is a térképen. Ez utóbbiak vagy ingotot, vagy artefaktot, vagy valamilyen képességet rejtenek. Szóval ezekre a helyekre mindenképpen érdemes ellátogatni. Ha netán valaki megveszi a shopban az Ability Artifact térképet, Helix Creditért, akkor pedig egyértelműen ki lehet szűrni a térképen, hogy melyik az ingot és melyik nem. A másik felderítési módszer pedig a térkép és sokban nyílnik, amit érdemes mi hamarabb megépíteni. Itt egy az egyben meg tudod venni az ingotok pontos helyét. Plusz egy ingot tipp. Van egy ingot, amit minden játékba lépéskor meg tudsz szerezni, viszonylag könnyen. Ez Oxenford sír kilátójában van, itt. Egy behemót katona őrzi, akit könnyedén le tudsz gyűrni egy hátsó támadással. Építkezés. Az, hogy melyik épületeket építed meg legelőször, sokban meghatározza a játékmenetedet. Azt ajánlom, hogy az első épület a kovács után a shop legyen. Itt el tudod adni a looton tárgyak többségét, és kaphatsz érte ezüstöt, a kapott pénzért cserébe pedig tudsz venni nyersanyagokat, és magasabb szinten még ingotokat is. Második épületnek az asszaszinok épületét javaslom. Ugyanis 5 legyilkolt titkos rendtagért már megkapott tőlük a mérgezés képességét, ami igen hasznos tud lenni harc közben. A harmadik épületnek ajánlom a térképészlakot, ahol meg tudod venni a képességek, artefaktok és ingotok helyét a térképen. Negyedikként pedig a sámán kunyhóját. Ezután fejlesztheted sorban a többi épületet, vannak épületek, amelyeknél azt írja Feast Buff. Ezeket az épületeket azért érdemes megépíteni, mert hogyha fesztivál tartasz, javítják a morált és erősebb leszel tőle egy bizonyos ideig. Amit a legutolsónak ajánlok, az a horgászat. Igaz, hogy bizonyos küldetéseket könnyebb horgászással megoldani, de hát nem sokkal.
Raid. Ahhoz, hogy fejlődhessen a település, fosztogatni kell ritka nyersanyagokat. Ezeket szinte kizárólag a piros baltákkal jelölt helyeken tudod megtalálni. Nem csak a szintednek megfelelő helyszíneket érdemes megtámadni, hanem a szintednél akár 70 power ponttal magasabbat is. Nem kell itt sem mindenkit kinyírni, meg kell találnod az összes hordót, és akkor van vége a rohamnak. Képességek. Ezeket kemény munkával érdemes összegyűjteni a térképről, persze van olyan képesség, amit a küldetés közben vagy a végén kapsz meg, de a legtöbbet be tudod gyűjteni. Minden képességet kétszer lehet megszerezni. A fejlesztések növelik a képesség sebzését vagy hatékosságát. Lássuk akkor, melyek azok a képességek, amelyek szerintem a leghasznosabbak. Mérgezés. Ezt rögtön a legelején meg tudod szerezni, Assassin házban érdemes is, a mérgezés plusz sebzés jelent, ezért könnyebben elhullanak az ellenfeleid. Ezt megkapod a nyilakra és a közelharci fegyverekre is. Nyíl sokszorozó. Ezzel a képességgel egyszerre több ellenfelet ki tudsz iktatni, vagy erősebbet több nyillal, azért figyelni kell, mert a képességnél a célzás sztaminába kerül, és ha elfogy, automatikusan kilövi őket. Robbanó nyíl. Ez a képesség akkor tud igazán hasznos lenni, ha a kincs egy robbantható kőfal mögött van. Ilyenkor nem kell keresgélned olajos edényeket a fal felrobbantásához, elég belelőni egy robbanónyilat. Jelentősen meg tudja könnyíteni a lootolást. Az ember legjobb barátja. Ezt a képességet egy küldetés után tudod megkapni, a településeden lévő gyerekekkel kell beszélgetni, meg kell menteni egy farkast. Ez a farkas a barátoddá válik, és a csata közben bármikor hívhatod, megtámadja az ellenfeledet. Igazán hasznossá pedig akkor válik, amikor megtalálod a fejlesztését. Ekkor a farkas ott marad és harcol mindenkivel, segítve téged a csatában. Különösen hasznos ez a képesség lovagok ellen. Alvónyíl. Az ilyen típusú nyilakkal el lehet altatni a katonákat, de csak észrevétlenül tudod ezt véghez vinni. Például lovagokat is el tudsz vele altatni. Fontos, hogy nem mindenkire hatásos. Csapás a magasból. Ennél a képességnél Eivor a magasba ugrik és onnan csap le fegyverrel, nagyon hatásos, elég nagy sebzést tud vele okozni. A fejlesztésével pedig a célpont körül lévő ellenfeneket is a földre küldi. Harpun. Ezzel a képességgel kicsit szkorpionszá válhatunk, az eltávolodó ellenfeleket közelebb tudod magadhoz húzni, vagy hozzá tudod csapni egy másik társához. Fejlesztéssel pedig le is tudod fejezni az ellenfeledet. Tetszhalál. Ez a képesség különösen akkor tud hasznodra válni, ha erősebb területeken karandozol. Ezeken a területeken van néhány igen népes erőd, amit elég nehéz bevenni, de a képesség birtokában könnyen megszerezheted mondjuk a kulcsot, vagy kinyírhatsz egy célszemélyt közelről. Igazán hatásossá akkor válik, ha megtalálod a fejlesztését. Ekkor kivégezheted a közel merészkedő ellenfeledet rejtett pengével. Mindegyik képesség használatához adrenalin kell. Ezeket az adrenalin slotokat a készségek oldalon tudod megtalálni. Egyet kapsz alapból, a többit meg kell szerezni skill pontok elköltésével. És akkor el is jutottunk a skill pontokhoz, vagy skill fához. A skill pontok többségénél csak statokat növelsz támadásra, védekezésre, specifikus támadásra, íjászkodásra, de azt javaslom, legelőször a plusz 3 adrenalin slotot cserkészd be. Ezt már olyan 90-es power level környéken meg tudod tenni. Azután van még pár olyan készség, amit érdemes elsajátítani, attól függően milyen harctípusban harcolsz. Haladó kivégzés. Ezzel a kivégzéssel magasabb szintű, jóval erősebb ellenfeleket is meg tudsz ölni. Különösen jól jön, hogyha erősebb területeken kalandozol. Dodge és lassítás. Perfect Dodge-nál lelassul az idő, amit felhasználhatsz arra, hogy megsebezd az ellenfeledet. Ahol csak látsz, ilyen kicsi Evolve statokat szerezd meg, mert ezek még hozzáadnak a lassításhoz. Kettős nehéz fegyver. Kétkezes fegyverből is tudsz kettőt magadnál tartani, ezzel a készséggel kevesebb ütéssel magas sebzést tudsz kombózni, de sajnos lassabban is.
skillelő ütés. Ezzel a skillel bizonyos életerőt visszakapsz, hogyha a földre kerülsz. Mellékküldetésekkel jól fel tudod magad boostolni skillpontokkal, a fennmaradó skillpontokat pedig érdemes armor fegyver szerint elkölteni varjú, farkas vagy medve skillekre. És akkor legyen itt plusz egy tipp a fegyver használathoz. Számos fegyvertípus van a játékban különböző statokkal, ha a skillfád adrenalinra mész rá, akkor érdemes gyors fegyvert használni. Ezek a fegyverek és kivégzések nagyon gyorsan töltik vissza, ezért egy csatában sokszor tudja az ember használni. Összességében nekem tetszik az új AC, leginkább a főküldetések vonala tetszik, de az is hatalmas, ahogyan a mitológiát megoldották a játékban. Amit kicsit kevésnek érzek, az az épületek hatékonysága. Ez szerintem kicsit jobban ki lehetett volna dolgozni, de hangulatában hozza az előző két játék világának a hangulatát. Látványos helyeket járhatunk be, találkozhatunk óriási erejű lényekkel, vadászhatunk mítikus állatokra és természetesen küzdhetünk a rend tagjai ellen. Mondjátok el nektek, mi a véleményetek a játékról, tetszett-e, kipróbáltátok-e már? Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Ha szeretnétek esetleg még ilyen tippes videókat látni a játékkal kapcsolatban, írjátok meg a kommentekben. Ha pedig élőben szeretnétek látni, hogyan játszom, akkor nézzetek be hozzám Twitchre, link a leírásban. Jó játékot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!